Hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani, és itt vagyunk egy következő videóval, ahol most nem más lesz, mint Ubolnak fogjuk megpróbálni, megkeresni a bázisát, a lelőhelyét, meg éreket. Alapból itt kaptunk egy chestet, meg itt van egy nagyon természetes és óriási nagy kőhegy, vagy nem tudom minek mondjam, és ugye szedünk alapból egy kis cuccot, és megindulunk az úton, ami elvileg oda fog vezetni az ő helyéhez, ami, hogy is mondjam, én alapból egy ilyen kis kutyaházra számítok, de aztán meglátjuk, hogy mit fogunk találni. Na, csinálunk gyors egy csákányt, és akkor szedünk egy nagyon-nagyon kevés követ. Srácok, addig, hogyha szeretnétek még hasonló videókat, akkor ugye dobjatok egy lájkot a videóra, és iratkozzatok fel erre a csatornámra is, és a leírásba szereplő többi csatornámra is. Vagyis hát van egy közös csatornánk is, az nem teljesen az enyém, mindegy, na, nem megyünk ebbe most bele. Na, csinálok egy kőkardot, ugye meg egy kőcsákán, gyors, elrendezem így szépen a cuccokat, és én meg is indulok ebbe az irányba, most több fát, mondjuk várjatok egy virágot, azért vegyünk már szegény Ubolnak, na. Akkor induljunk meg ezen az utcán szépen egyenesen, és meglátjuk, hogy merre visz minket a sors. Nem tudom, hogy mennyire hosszú lesz az út, de ott már kezd is valami betöltődni. Aha, igen, oké. Jó, akkor gondolom, hogy ide kell jönnünk. Ezek hegyek lesznek. Mögötte lesz valami, vagy át kéne nekem ezen mennem? Ez egy jó kérdés, hát az út az konkrétan így tovább vezet, szóval én szerintem ott fel fogok mászni. És megnézzük, hogy mit fogunk itt találni, miket rejt el előlünk ez a nagyszerű Ubol, és este lett, és lol, milyen szép ház van itt, halljátok. Tök gyönyörű, ide villámozott valami, de valami el van rejtve. Na várjatok, nem, nincs ide semmi elrejtve, na mindegy. Nagyon szép ház van itt, srácok. Hát nem tudom, mindegy. Ott van egy kis istálószerűség, meg itt vannak táblák, oké. Erre a táblára van valami írva? Nem, ez a tábla, ez totálisan üres. Az is totálisan üres. Meg ott is, megint villámozott valahova. Nem, ott egy chest, jó. Könyv és toll, vörös kő. És creeper fejek. Jó, ezeket elvisszük, mert még biztos, hogy jól jöhet valamire. Itt egy könyv. Úristen mennyi, na jó van. Kezdjünk el olvasni. Egyszer volt, honnan volt, volt egyszer egy kutya, aki vegan éldegélt a gazdájával, Johnnal és John másik házajállatával, Garfielddal. Garfield testvéreként tekintett Ubolra, ám egy szép nyári délutánon Ubol megváltozott, valószínűleg a tápja okozta a mentális problémáját, de hirtelen haragú és agresszív lett. Teljesen megváltozott a személyisége, mindig gyilkossági kísérletekkel próbálkozott, ám egyszer sikerült neki egyszerre meggyilkolnia meg, mi az? Egyszerre gyilkolnia meg a kettő számára, meg a kettő számára legfontosabb személyt. Ez egy kicsit el lett írva, na mindegy. Na, azóta külön éldegél és az eladót, aki ezt a tápot árulta, börtönbe zárták, ugyanis olyan anyagokat tartalmazott ez az étel, ami teljesen megőríti a kutyákat. Ubolt nem vádolták semmivel, mert nem tehetett róla, a boltot viszont bezárták. Ubol magányos lett, vége. Wow! Azta, hát mindegy, ezt a könyvet megtartom, ez nagyon durva sztori. Tehát akkor most konkrétan Ubol, nem tudom, hogy még van-e ilyen tápja. Most nem tudom, hogy mennyire figyeltetek ennél a sztorinál, hogy istálló, hogy még mennyi tápja lehet ebből, hogy vajon még lehet-e egyáltalán, vagy nem tudom, itt valami barkácsolás hang volt, itt egy chest, ami üres. Szóval, hogy így értitek, egyáltalán még ezek a chestek is üresek, akkor szerintem valószínű, hogy kifogyott a tápból, nem? Ez logikusnak tűnik, vagy várjátok, ott is ott van, nem. Ezek mind üresek, szerintem akkor ez azt jelenti, hogy valószínűleg kifogyott a tápból, ezek is üresek. Jó, akkor meg kell néznünk a házat, hogy esetleg ott lehet-e. Várjátok, mi ez? Igen, ez istálló. Jó, akkor a házon meg kéne vizsgálni, és kideríteni ezt, hogy ez hogy is történt, vagy bármi. Ez nagyon durván para, és hogy egyből dobott egy szeplingét, ezt ide elültetem. De amúgy azon kívül egészen szép kis ház van Ubolnak. Most nem azért mondom, de hú, itt egy ilyen tök király izé, ilyen medence. Itt egy ilyen kis kiülős hely. Hát nem tudom, hogy most én így óvatosan kéne, hogy bemenjek a házba. Amúgy itt a házba szerintem nincs is. Nincs itt a házba. Srácok, üres a ház. Itt van, mi ez? Ez valamit kinyitott.
Ez valamit kinyitott, srácok. Aha, itt nyitott ki valamit. Na várjatok, itt van egy lépcső, hogyha jól láttam. Nem, nem. Azt hittem, hogy ez egy lépcső, na mindegy. Jó, akkor én ebbe a... Várjatok. LOL! Titkos létra! Kiégek! Mik? Itt egy ilyen titkos leugró, meg itt egy titkos... Nem, nem létre, lépcső. Jó, ezen a lépcsőn lenézünk. Ezek is üresek. LOL, milyen helyek vannak itt, ez még lejjebb vezet. Jó, lemegyünk, várjatok, itt van még egy kar. Ez semmit nem csinált, erre is itt egy út. Jó, először erre megyek le. Itt is tele van minden chestekkel. Ezek is üresek. Ennyire sok kajája lehetett? Vagy nem tudom, mindegy. Itt is gombok vannak. Ezek semmit nem csinálnak. Vagy ezt sorba kéne megnyomnom? Ott egy valami. Na várjatok. Itt egy sárga gyapjú. Oké, ez alatt semmi nincsen. Jó. Megnyom ezt, ezt, meg ezt. Semmi nem történik. Jó. Akkor csalunk. Ezt kiütöm. Aha. Ott van valami. Jó, én nem akarok oda lemenni. Én azt mondom, hogy oda én nem... belém villámolt valami, és 5 HP-n van, jó. Jó, ezt hagyjuk, ezt a helyet, jó? Ezt hagyjuk, menjünk, várjátok, ott még van, nem, ott nincs semmi, jó. Visszamegyek a másik helyre, itt is valami volt, ami levezetett, itt volt. És ezt is megnézzük, hogy itt mit találhatunk. Itt is itt egy chest, ez is üres. Ó, itt egy potifőző. LOL, ez ilyen automatikus potifőző, ez nagyon király. Nagyon király, hogy ez a farm, de én azért visszaraktam neki a cuccokat, mert mégiscsak nem leszek vele gonosz meg semmi. Ja igen, ez volt ez a kar, jó. Itt esetleg, ott is ott van valami. Na várjatok, srácok, itt rengeteg dolog. Aha, ez levisz ide a... Aha, ez levisz valahova nagyon mélyre. Valami mögöttem ásik, srácok. Na várjatok, ezt mindjárt megnézzük. Ezekben mi van? Ezbe semmi. Jó, én nem kimegyek. Ez nagyon furcsa, srácok. Ahogy látom, Ubul szerintem minden egyes ilyen dolgából kifogyott. És itt egy ágy. Ez nagyon érdekes. Jó. Oké, visszamegyünk. Visszamegyünk. És alapból, jó, ez nincs itt semmi gond. Hol lehetett még leugrani? Nem itt volt. Várjátok, itt van még egy. Aha. Visszatépéződtem. Takarodj, betolakodó. Mi van? Ez kiírta, srácok. Ez nagyon, nagyon komoly amúgy. Ez kiírta, hogy takarodj, betolakodó. Jó, mindegy. Innen elmegyünk. Ubul esetleg. Nem, nincs itt. Mindegy, én ezt visszazárom. És azt kéne megnéznem, hogy ez hova vezethet. Jó, leugorjunk, srácok. Én azt mondom, hogy le kéne ugorni. Megnézzük. Jó, jó, shift, és elvileg igen, leesek. LOL, ott vannak chestek. Itt egy ilyen nyomós dolog, ez semmi, oké. És ezt nekem hogy kéne kivinnem? Jó. Megpróbálunk egy ilyen taktikát váltani. Aj, de nincs elég blokkom. Visszatépéződtem. Mi történik, srácok? Nem már, én ezt ki akarom vinni. Én ezt ki akarom... Megint visszatép. Hagyjál már békén, nem tudom kicsinyezni, én ezt ki akarom... De... Most komoly? Jó, kiütöm itt hát, ha ezt akar valamit mutatni. Semmi. Nem hiszem el, nem már. Hadd vigyem... Most meg ide, mi a... Felmentem a tetejére, itt egy kutya. Ki is, itt van ki is, srácok. LOL. Romlott táp. Van még a romlott tápból, srácok. Jó, rendben, én ezt innen is szerintem elviszem Ubul elől. Valami megint villámozott. Ott van Ubul. Ott van Ubul, aki most közelebb jött. Jó, nem, Ubul. Szia, Ubul. Hello, figyelj, nem azért jöttem, hogy bármi rosszat tegyek. Adott nekem egy baltát. Köszi, most elővette egy gyémánt csákányt, vagy gyémánt kardot. Jó, oké, okay. B-terv, menjünk előre. Jó, oké, okay. Ide leugrottunk. Nem tudom, hogy mit kéne. Ne, utánam jött. Ne, itt egy valami restórendszer. Hello, Bull! Figyelj, én nem akarok tényleg gondokat. Jó, oké. Ezek is üresek. Nem hiszem, most elugrottam ideig a sem... Ne! És a visszautat eltüntette. Ne már! Bull, figyelj! Várjatok már. Jó, nem vicceltem, ez visszamegy. Bull! Nem beszélhetnénk meg ezt valahogy? Vagy nem tudom. Figyelj már! Odaírt valamit. Na várjatok.
Itt maradsz örökre, mocskos tolvaj. Nem már! Jó van, de figyeljetek, akkor én inkább kiásom magamat, tehát nem fogok itt maradni örökre, nehogy azt higgyétek. Kérdés! Tehát most így Ubul még mindig ilyen gonosz? Vagy jó, még mondjuk van a tápjából, logikus, hogy még gonosz. Hol vagy? Oh, itt vagyok az ágynál, jó, tudom, hogy hol vagyok. Jó, nagyjából így legalább ki tudtam jutni, és itt van a visszaút. Ne! És bezárta. Oj, jó van, megint ásatom fel magamat, mindegy. Kár, hogy baltát nem csináltam, azt is kellett volna. Hát mindegy, legalább max meglepjük valami csokisütvel majd, öt vagy nem tudom. Ott van alattam. Hello! Szia! Ne! Ubul! Nem már! Jó, mindegy, bebírom fedni, jó, bebírtam fedni. Ubul, figyelj! Kiengedlek, hogyha abba hagyod ezt a gonosz tápos dolgot, meg ilyeneket. Addig viszont ott fogsz bennmaradni. Most össze-vissza forgolódik. Felgyújtja a házat. Ubul, ne már, ott a medence, gyors, be a medencébe. Ubul, ne, srácok, menekülni kell, de felgyújtja az egész házát. Eléggé beteges. Ubul, ne, nem kell engem üldöznöd. Üldöz még? Várjál, nem üldöz? De üldöz! Jaj, ne! Ubul, figyelj! Én tényleg nem akartam semmi rosszat, de ez a tápos dolog, ami veled történt, ez... Ojjaj, nem túl pozitív dolog, és... Mi a... Jó, oké, hallottam valami ronda hangot, de akkor ez nem ő volt. Ubul! Mi? Ez hogy szponlódott le ide? Ubul, leállnál, léci! Jó, azt elütötte onnan. Ubul, figyelj! Ne, nagyon gyors vagy, hallod? Léci, maradjunk barátok, jó? Tényleg, én vissza, nem mondjuk a tápot azt nem akarom neked visszaadni, de ide figyelj, Ubul, ne akarj engem felgyújtani. Ubul, ez a táp rossz hatással van rád, és ez nem jó dolog, és ezt a nagy majmot tüntesd már rá, mert nagyon idegesítő a hangja. Aj, most írni fog valamit, ezt még gyors megvárjuk. Add vissza, ameddig nem késő, de Ubul, figyelj, ez rossz dolog. Ezt nem szabad ezt tenned. Ez tényleg nem sz... Ne. Jó van, tessék. Ne! Jó. Ez nem égeti el? De elégette. Ne! Jó, én vettem vissza. Ubul! Ne! Léci, hagyj békén! Figyelj! Jó, így is megoldhatjuk. Tessék, elégettem! Ha! Azt már nem fogod viszont látni. Ne, most ideges. Jó, figyeljetek, beásom. Nem, nincs időm beásni. Nem már, most miért csinálsz estét? Ubul, figyelj, menjünk be a házba, vagy valahova is csinálunk közösen egy jó kis sütit. Srácok, én most nem értem, hogy most miért kell ennyire, nem tudom, ilyen megszállottnak lenni így a kaja iránt, hogy konkrétan most... Szia, Ubul, láthatatlan lett, elrepült a diakarda. Jó, rendben van. Most akkor így ennyi? Jó, mindegy, én visszamegyek ahhoz a fás részhez, mert ez nagyon, hogy is mondjam, szerintem a közeljövőben én ezt a helyet el fogom kerülni. Az a lényeg, srácok, nem tudom, hogy most tényleg békén hagy, szerintem már békén hagy, nagyon remélem. A lényeg, hogy el tudtuk pusztítani nagyjából az ilyen műhelyét, vagy nem tudom miért. Na mindegy, srácok, az a lényeg, hogy igazából el tudtuk nagyjából intézni az ilyen bázisát, meg az ilyen eledel csináló üzemet, vagy nem tudom mi volt ott. Szóval szerintem már nagyon remélem, hogy nem lesz ezzel több gondja se neki, se más kutyának. Szóval srácok, én Dani voltam, és nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, hogyha még szeretnétek ugye hasonló videókat, akkor ugye like, sub, meg minden. És hát ja, nézzétek meg ugye a többi csatornámat is, ugye MC Shop, a Mindstore, és termékiker, meg ilyenek. Én Dani voltam, és nagyon szépen köszi mindent, srácok, sziasztok!